kéri a Balaton Szövetség Varga Mihálytól, hogy a kiemelt üdülő körzet május elejétől szeptember végéig mentességet kaphasson a vasárnapi bolt bezárás alól. A szervezet szerint az jó, hogy a kormány segíteni akarja a családi vállalkozásokat, de a balatoni térségben nem ez a vállalkozói kör a jellemző. Hozzátették, azt kérik, hogy ameddig kiépül a kis üzlethálózat az üdülő régióban, amely biztosítani tudja a szükséges nyári ellátást hétvégenként is, mentesítsék a térséget a vasárnapi zárvatartás szabályozása alól. Ennek a szervezetnek, a Balatoni Szövetségnek az elnöke van a vonalban, Balassa Balázs. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket! Balassa úr, azt hogy képzeljem el, leülnek ilyenkor a települések vezetői és szavaznak? Szavaznak arról, hogy írjunk-e egy ilyen levelet, vagy már eleve egy olyan döntéstárnak eléjük, amit valakik, mondjuk ön megfogalmazott korábban? Tulajdonképpen a Balatoni Szövetség a térség önkormányzatainak érdekképviseletét látja el, emellett természetesen az egész térség érdekképviseletét, és ebbe beleértendők a kereskedők és minden olyan szolgáltató, aki itt szeretne megélni a Balaton partján, és nekünk rendkívül fontos, hogy azok a szolgáltatások, amik évek alatt itt megvalósultak a Balatonnál, ezek a szolgáltatások tekintetében az ide látogató vendégek ne érezzenek hiányt, tehát egyetlen egy szolgáltatás sem csorbuljon. Tehát a kérdésére válaszolva, itt tulajdonképpen a térség összes önkormányzatától mi próbáljuk begyűjteni azokat az információkat, ami alapján az elnökség most a legutolsó ülésen Balatonkeresztúron szerdán döntött arról, hogy ezt az álláspontot fogjuk képviselni, és ennek megfelelően a Balatoni Szövetség lobbizni fog. Ezt értem. Hogy képzeljem? Elteltek itt a hónapok, látják a bezárt boltokat, látják a hétvégén bezárt boltokat, jött a jó idő, megjelentek az első turisták, és nem tudtak vásárolni, és akkor most észhez kaptak, hogy elteltek a hónapok, megszületett a döntés, és így marad minden? Vagy miért pont most? Igen, ez az egyik oka, illetve folyamatosan kapjuk a érdekes módon a kisüzletek üzemeltetőitől a levelet, e-mailt, telefonos megkeresések történtek. Ahogy mondtam, elsősorban a kisüzletek, ezen mi is csodálkoztunk, hogy nem a multik keresték meg a Balatoni Szövetséget, hogy lobbizzunk, hanem elsősorban a magánvállalkozók. Azt én jól gondolom, hogy a multik attól, hogy az egész országban ott vannak, nagyjából megélnek, de a kisvállalkozók, akiknek mondjuk van egy boltjuk a Balatonparton, és az egész nyár, sőt az egész év bevétele azon múlik, hogy hétvégente mennyit tudnak ott árulni, hát pontosan ezek a családi vállalkozások azok, amelyek a legnagyobb bajban vannak. Így van, teljes mértékben igaza van. Éppen ezt múlt héten kérdeztem az egyik vállalkozót, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen szezonban a szombat-vasárnap tekintetében olyan bevételt sikerül neki eredményként hozni, mint az előző 5 napba, tehát a hétköznapokon. Napokon. Tehát nekik rendkívül fontos a fennmaradáshoz, a működéshez elengedhetetlen a vasárnap. Annak ellenére, hogy benn van tulajdonképpen a jogszabályban, hogy 200 négyzetméternél kisebb családi vállalkozások működhetnek, ez sajnos nem életszerű, mivel most gondoljunk bele egy 200 négyzetméteres üzletet, ahol van kékáru, ahol van hentesáru, a zöldség, egyszerűen képtelenség, hogy ezt családon belül megoldják. Ide mindenképpen kellenének alkalmazottak, mert itt minimum 4-5 főről beszélünk, és ennyit a családi körből nem tudnak, főleg, hogyha szakképesítésről is beszélünk, biztosítani a választ. Önök Varga Mihályhoz fordulnak segítségért, ha jól emlékszem a történet jelen állapotára, mert hogy onnan kaptak valami ígéretet? Vagy ez egy teljesen, hogy üzleti életben mondani szokták, hideg megkeresés, tehát nem konzultáltak senkivel, megírták a levelüket és várnak valamire? Megmondom őszintén, elsősorban azért kerestük meg Varga Mihályt, mert ő hozzátartozik, vagyis ő nála van a turizmus, mint feladat, és úgy gondoljuk, hogy ez itt a Balaton térségében elsősorban turisztikai kérdés. Turisztikai kérdés az, hogy az ide látogató vendégek színvonalas ellátásban részesüljenek. Igazából de beszéltek valakivel korábban erről? Tehát kaptak valahonnan valami ígéretet, hogy megfontoljuk, meggondoljuk, írják meg nyugodtan?
Jelenleg még ilyen biztatást nem kapott a Balaton. Ezt én ugye azért kérdezem, mert hogyha a Balatonnak ez szabad, akkor nyilván szabad a Fertőtónak, a Tiszatónak, a Velencei-tónak, a Dunakanyarnak, a Budaivárnak, nem tudom, a Tokaj-hegy aljának és a Villányi borvidéknek, hova mennek a turisták, és hát oda is jobbára hétvégén mennek. Tehát, hogyha önöknek lehet, akkor nyilván ez egy olyan hullámot indít el, amitől az egész történet innentől kezdve teljesen, nem mintha eddig lett volna értelme, de aztán tényleg láthatóan teljesen értelmetlenné válik. Igen, ez az okfejtés helyes, de mi úgy gondoljuk, mi itt a Balaton térségében élő és dolgozó polgármesterek, hogy a Balaton az az ország második legnagyobb turisztikai régiója, tehát ilyen szempontból, nemzetgazdasági szempontból rendkívül fontos kell, hogy a kormánynak is legyen, illetve mindenkinek, aki itt dolgozik, hogy a megfelelő bevétel... Na de hát ezt én értem, ebben önnek teljesen igaza van, teljesen. Na de az nem egy használható logika, hogy hát tetszettek volna a Balatonnál boltot nyitni, de a Tiszató mellett, hogyha nyitott, hát akkor lehet éhezni. Hát ez nem működik. Igen, akkor erre azt tudom mondani, hogy mi a Balatoni Szövetség tagjai vagyunk, mi nekünk a feladatunk a Balaton érdekképviselete, természetesen fennáll a lehetősége minden más turisztikai régiónak, hogy ezt a lépést megtegye. Bíztatja de őket? Nem vettük fel velük a kapcsolatot eddig meg. Értem. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, figyeljük a folytatást. Én köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra, viszontlátásra.